A makói gyáretség 1995-ben kezdte meg működését, kezdetben még csak gumicsöveket gyártottak, ezután 1997-ben indult el az úgynevezett szerelési tevékenységük, amikor a gumicsövekre már különböző más eszközöket is szereltek. 2003-ban felépítették a logisztikai központot, ami az alapja volt annak, hogy elkezdhessék az értékesítést közvetlenül az autógyárak felé. Ezt megelőzően ugyanis az anyacégtől kapták a nyersanyagot, és annak is értékesítették tovább. 2008 és 2009 környékén megérkezett az első robotok is a gyárba. 2011 és 2012-ben pedig gumitermékeik leváltására bevezették műanyag termékeiket is. Elmondható tehát, hogy körülbelül két-három évente történt legalább egy komoly innováció a vállalat életében. Így a 25 évvel ezelőtt még csak 6-7 ezer négyzetméteren 10-20 munkavállalóval működő egység, mára már 38 ezer négyzetméteren 2000 foglalkoztatottal termel. A negyed évszázados születésnap megünneplésére több ötlettel is előrukkolt a vezetőség, a járványügyi helyzet közbeszólt, és igen nehéz helyzetbe hozta az autóipart, azon belül pedig a makói konti tehet A 2020-as az nyilván egy nehéz időszak számunkra. Az autóipart eléggé megütötte ez a, ez a koronavírusos válság. Ugye ebben az évben legalább két hónap kiesett, amikor az autógyárak gyakorlatilag álltak és ezen belül nyilván extra költségeket is rót ránk ez az időszak, föl kellett készíteni a gyárat arra, hogy a koronavírus mellett is tudjunk biztonságosan működni. Védőeszközökkel, fertőtlenítéssel úgy átalakítottuk a munkahelyeket áprilisban, hogy a másfél méteres távolságtartás az biztosított legyen, vagy ha nem, akkor plexi falakat tettünk föl a kollégák közé. Tehát rengeteg olyan átalakítást hozott ez az év számunkra, amit eredetileg nem terveztünk, de ezt is megoldottuk csapatmunkával. Az ügyvezető igazgató hozzátette, a két hónapos kényszerszünet és a védekezéshez elengedhetetlen plusz kiadások természetesen az évvégi számokban is meg fognak jelenni. Mint elhangzott, a kontitek a múltban is úgy tudott túllendülni a nehézségeken, hogy egy olyan dolgozói bázissal rendelkezett, melynek tagjai magukénak érezték a céget. A jelenben is egy jó csapatra van szükség, akik nagymértékben tudják támogatni a cég fejlődését, és ezekben a nehéz időkben is tudnak tartani. Így tudnak majd a jövőben hatékonyságot növelni és megfelelni a vásárlói elvárásoknak.